Jó estét! Jó estét! Jó estét! Kívánok! Jó estét! Jó estét kívánok! Van valami ok, hogy itt gyülekeznek? Van valami ok ennek az összejövetel nekik? Hoztunk egy akász, én hoztam egy akász gyökeret és egy akász tuskot. Kövér László házzal-e. Semmi, csak hogy lássa, hogy van ilyen is ebben az országban. Lehet, hogy ilyen lesz a devizahitelesek is, nem? Most még írtani kell őket, mert lázadoznak, és lehet, hogy pár év múlva hungarikumok leszünk, nem? Hát csak kitartóan kell növekednünk, mint az akác. Terjednünk kell, gyökereinket ereszteni, virágozni, illatozni. Igen, akácillat. Ja, hát az lehet tudni, hogy miért vannak itt? Megkérdezhetem? Jászoljuk az akácot. Igen. Ugye most ebben a pillanatban én örülök, hogy hungarikum lett az akác. Az az akác, ami Kövér László, ugye ez itt Kövér László háza. 2002-ben Kövér László azt mondta, hogy ez egy kártékony növény az akác. Mert akkor a politikai érdeke ezt kívánta. Most pedig 2014-ben, 12 évvel később hungarikum lett az akác. Szabadságharcot folytattak az EU-ban. És egy kicsit meg vagyok hatódva, mert szinte sírok. Mert ha belegondolok, hogy tavaly még lecsuktak, azért mert felléptem a devizahitelesek érdekében, tehát kártékony voltam. Lehet, hogy 10 év múlva, vagy 11 év múlva, mert ugye akkor lesz 12 éve, pedig hungarikum leszek. Lehet, hogy ugyanazok az emberek, akik most fejemet kívánják, 12 év múlva azt fogják mondani, hogy EU-ban engem kell megvédeni az EU mocskos kizsákmányolóitól, akár a földfoglalóktól, akár az ingatlanok elveszejtőitől. Nem tudom, hogy sírjak, vagy nem essek. Sokan nem tudnak, hogy ez az akác. Ugye nagyon jó tüzelő, sokkal nagyobb a kalória értéke, mint a nyárfának. Azt tudom, hogy nagyon jó mézet tudnak a méhek gyűjteni, és ugye a méhészeink ebből leszedni, és azt tudom még, hogy az akásznak nem savas a levele. Míg a nyárfának savas a levele, a nyárfa erdő alatt nem nő hajnövényzet, ott nem lehet esetleg legeltetni állatokat, míg az akác erdő alatt ezt lehetne megtenni, természetesen akkor, hogyha ezt a törvényeink engednék, hogy lehetne erdőben legeltetni. Tehát egy nagyon hasznos növény, építőanyagnak jó, oszlopnak, kerítésoszlopnak, virágvázának, rézsának, bármelyébet lehet, nagyon tartós növény, és ugye hát viszonylag gyorsan nő, tehát én azt mondom, hogy mindenféleképpen szerintem sokkal-sokkal hasznosabb növény, mint a nyárfa, és sokkal több akáciaerdőt kellene telepíteni, mint nyárerdőt. És megkérdezhetem, hogy ezt miért éppen kövérházának háza elé hozták? Hát én úgy gondolom, hogy itt én dunavarsányi vagyok, nekem ez nagyon közel van, úgy gondoltam, hogy ide jövök, és itt ön Kövér házelnök úr ház elé leteszem, hogy lássa, szembesüljön vele, hogy 12 év ezelőtt mit mondott az akászról, és mond, miket mond. Egy kicsit köpönyek forgatónak érzem ezt a dolgot, és ezért hoztam ide ezt a tuskot, és ezt a száraz gyökér darabot. Ez lehet, hogy jelki. Lehet most. A magyar nyelv nagyon csodálatos jelképrendszer is egyben. Beszédes nyelv a magyar, az ősi magyar, szép magyar nyelv. Itt ezt megtöntöm. De van remény. Tehát ugye, hogy ezt a sok jó tulajdonságot a politikusaink felismerték. Vagy ha Tiborcz hangját meghallják, amit a nép mond, hogy ez az akác nem kártékony, hogy ez ilyen hasznos lehet. Lehet, hogy a nép. Ilyet, hogy kicsit az adószállót, és még tartozom három másik. Zsoldike!
Miért jöttek ki? Ki lakik? Mi van itt? Ennek egyszerre jusson. Nem akarják érezni.